Van egy olyan inspirációs üzenet, aminél én most kardomba dőltem a héten, meg kell, hogy mondjam. Azt írta egy japán ember, Dokeshi Nomichi, hogy tűz magad elé, segíts, azért akadozom, mert angolul van, és nem merek már angolul szinte megszólalni, de tűz ki magad elé egy olyan nagy célt, amit csak akkor tudsz elérni, hogyha más emberré válsz, és meghaladod önmagadat. Elmondom, hogy nekem ebben mi volt az őrült nagy trigger. Ez szerintem a tuti recept arra, hogy valaki kardjába dőljön és elbukjon körülbelül a harmadik napon, mert hogy én még mindig abban hiszek, hogy elég csak egy nagyon picit változtatni, ugyanakkor azt rutinná tenni, és akkor az pont elég nagy változást tud hozni, mint egy ilyen őrült nagy izét, hogyha én azt tűztem volna ki magamnak, hogy ultrafutó leszek, így 4 évvel ezelőtt, akkor azt hiszem, hogy ott lőttem volna fejbe magamat, miközben most ott vagyok a kapujában annak, hogy tényleg terepultrafutó legyek, hiszen 35 kilométereket megyek terepen. Annak idején volt egy bejegyzésem pont erről, ilyen kifordított, hogy a legjobb módja annak, hogy kiégjél, és pont abban volt benne, talán a második, hogy tűz ki tényleg olyan célokat, amik ilyen legalábbis elérhetetlennek tűnnek. És eleve a célkitűzéssel nekem van bajom, még akkor is, hogyha évelején mindenki kitűzi az adott célokat, tehát időben is nagyjából jók vagyunk, amikor erről beszélgetünk, hogy aztán utána marhára tudjuk szapulni magunkat, hogy már megint nem jött össze, mert hogy túl nagy. És igazából tök elég, és ezzel teljesen tudok veled azonosulni, hogy nézzük már meg, hogy mik azok a reálisan megugorható célok, amik lehet, hogy nem hirtelen ledobok 25 kilót, csak legyen meg az elsőt, aztán lehet még egy öt, aztán lehet még egy öt, ami mellé egyébként tudok időt rendelni, tudok elszántságot belerakni, tudok egy csomó mindent, és meg tudom ünnepelni a kis sikereimet. És nagyon izgalmas, hogy pont amikor veszük fel ezt az adást, tervezek így írni arról, hogy egyébként hány esetben állítjuk meg magunkat azért, mert túl nagyot akarunk fordulni, vagy azt hiszük, hogy nagyot kell fordulni, miközben elég csak egy kicsit megszakítani azt az algoritmust, és akkor már lehet változásokat elérni. És a kis változásokból napi 1%, vagy tyúk lépések, vagy ahogy tetszik, azért azzal is így meg lehet apránként azt a 180-at. És akkor meg más vagy. Mondd. És annyit akartam, hogy nekem még azért ez hozzátevődik, hogy ez a nagyon pici, az éppen csak hogy de legyen túl a komfortzónán. Csak hogy. Mert hogy tehát nekem a futás az őrülten kint van a komfortzónámból, viszont ahogy én kezdtem, hogy csak sétálok, csak 5 kilométert naponta, csak 10 kilométert, csak 12 kilométert naponta, csak terepre megyek, csak, az minden éppen, hogy csak kint volt a komfortzónámon, és most azért, amikor ezek a 30 fölöttiek mennek terepen, akkor ha 4 évvel ezelőttre visszatekintek, full 360-nal tovább, tehát nem is 360, a 180-nal odébb van, 360 a dimenzióban van odébb. Ez az, Igen, mert amit hogy ez így adja, és így igazából tényleg, ahogy rákap valaki valaminek az ízére, így nagyon könnyebb egy kicsit tovább menni, egy kicsit tovább menni. Én ezt annak idején a testépítésnél éreztem, hogy igen, tetszik, de mondjuk tudtam azt, hogy lesz egy limit, mert nekem már a túl nagy, a túl széles, az már annyira nem fog menni, de rakjunk már még egy súlyt arra a tárcsára, ezére rúdra.